Megkezdte munkáját Kárpátalján az ENSZ menekültügyi ügynökségének ukrajnai hivatala, jelentette be Viktor Mikita, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője Telegram csatornáján. Mahir Szafarlival, az ukrajnai hivatal helyettes vezetőivel ellátogattak az ungvári koordinációs központba, ahol élelmet, jogi tanácsadást és pszichológiai támogatást kapnak a háború elől menekülők. A kormányzó kiemelte, Ungváron naponta 5000 menekültnek biztosítanak melegételt az önkéntesek.